És akkor te meg így beszélsz az alaplapokról, és akkor csoki. Mit mondott? Milyen processzor? Milyen... Erotikusan fogok cupogni. Na jó, kezdjük. A cupogást? Azt is, oké. Okay. Csak akkor az a... lesz. Na, lesz. Oh. Ki nem vágta hülye? Na, ugye nem állunk, meg újra kezdjük. Csokiról cupog. Oké. Szervusztok, kedves GameStar TV nézők! Itt vagyunk a tárgyalóban. Márciusi, ugye? A tárgyalóban és a márciusi mély is. Április. De. Mindig megpróbálok összezavarni. Márciusi GameStarban. Biztos, hogy márciusi. Tehát a márciusi mély vízfelvételén. Ő nem zero cool. De zero cool vagyok, nagyon jól nézek ki, én vagyok zero cool, azon a csokin fogok cuppogni még. Így van, tehát zero cool. Most nincs sajnos, persze megígértük, hogy lesz, de már elment, meg egész minden, nem szóltunk ki minden baja volt, szerencsétlennek nem tudtuk. Igen, nincs ott, sajnos. Az ott egy Zédó Cool mentes övezet. Így ki lehetne írni egyébként, hogy ezen a helyen sem járt Zédó Cool. Persze, jó. Na, tehát akkor vágjunk is bele. Először én elmondom a száraz részét, aztán majd Eszkin fog cuppogni egy sor. Figyelj, az a száraz része, ez itt a csokis része, abszolút jól csináljuk. Gyere ide! Tehát, van itt nekünk két alkalmat, ups, meg egy csoki papír, meg valami kábel. Meg embernek a felsője. Nekünk az egyik a Gigabyte-nak a legújabb AM3-as AMD processzorokhoz készített alaplapja. Láthatóan egy csúcs termékről van szó. AMD-s lapkakészlet van rajta, 790FX plusz SB750-es déli híd. Hát ugye, amit tudni kell erről, hogy ez már ez a lap csak a DDR3-as memóriákat támogatja. Méghozzá, ha itt nem tudom, flatline rá tudja zoomolni a kis feliratra. Az alaplap egészen 1666 plusz MHz-ig képes meghajtani a modulokat. Más kérdés, hogy ugye ez a processzornak a beépített memória vezérlője is szükséges, illetve nem tudjuk, hogy mit fog ehhez szólni. Nyilván tuning esetében érhető csak el ez az üzemfrekvencia. Amit így ránézésre elmondhatunk alapról, hogy az X58-as családhoz hasonló dizájnt kapta a nyomtatott áramkör, tehát ugyanaz a színösszeállítás van, illetve a hűtés, a hőcsöves hűtés kinézete is az Intel-es csúcstermékekre hajaz. Mit mondhatunk el? Ugye csúcstermékről van szó, iszonyatos mennyiségű SATA eszközt köthetünk rá, összesen 10 darabot, brutális, nem tudom ki hajlandó ennyi Winchestert rákötni a gépére. Igen, flatline jelentkezett, gondoltuk. A hátlapon is ugyanez a bőséges tendencia látszik. 8 USB, 2 gigabites LAN, 8 csatornás hangkártya, hát ugye ezek a megszokott PS2-es portok. Ami még érdekesség, hogy ugye két 16-szoros PCI Express port kapott helyett a lapon, amiben ugye a Crossfire X technológia alapján összekötött Radeon kártyákat használhatjuk. Ami még furcsa lehet, ez a kis bordácska itt. Ez semmi különlegeset nem fed, lényegében ennek a 4-6 portnak a vezérlő lapkáját hűti. Igen érdekes megoldás, hiszen talán tényleg csak az X58-as lapokon látható egy ilyen összefüggő déli hűtés, ami alatt nyilván ez a J-Micron SATA vezérlő is helyet kapott. Úgy látszik, hogy a Gigabyte-nál úgy döntöttek, hogy az AMD-s lapon is hűtést igényel ez a kis chip. Térjünk is át akkor másikra, ezt illetve a földre. Hát más helyet most így nem tudunk neki. Ez az Asusnak az M4 A79T Deluxe alaplapja, szintén egy Phenom processzorok, egy AM3-as Phenom processzorokhoz készített csúcstermékről van szó. Fenomenális, azt mondod? Abszolút fenomenális, bár az Intelhez képest annyira nem, tehát csak házon belül jelent fenomenális megoldást. Hát azért, mert az Intelán is. Ford is meglécített. Ez ütött. Tudod, a BZ-faktornak itt is igen, a BZ-faktornak, azt most te szolgáltatod akkor a BZ-faktort. Én mint Zero Cool. Így van. Lényegében összehasonlított a Gigabyte lappal ez a termék is, ám a bővítőkártyákkal kapcsolatban picit másképp gondolkodtak az Asus mérnökei. Itt kapásból ugye 4 darab 16-szoros szlotot látni, tehát akár 4 videókártyát is működésre bírhatunk ebben az alaplapban. Annyi korlátozás azonban mindenféleképpen van, hogy csak a két
kék slot működik 16-szoros sebességen, a feketék mindössze fele ennyire képesek, tehát 8-szoros PCI Express sinek, de a mai HD 4800-as videokártyáknak ez is bőven megfelelő. Ebből biztos nem lesz komolyabb lap, még a Gigabyte-ból talán várható egy komolyabb felépítésű, akár extrém elnevezési modell is. Az látható, hogy egy picit szerényebb a hátlapi kiosztás is, tehát kevesebb USB van, viszont legalább van eSATA és FireWire is, illetve ugye csak egy gigabites LAN került kivezetésre. Valamint a SATA vezérlők száma is jóval kevesebb, illetve az elrendezésük is picit olyan fura. Nyilván itt nem mindegy, hogy ha hosszabb videokártyákat helyezünk be a PCI Express foglalatokba, azok mennyire fedik majd el a SATA csatlakozókat. Reméljük, hogy nem lesz gond ezzel a lappal ilyen téren. Egyelőre még nem tudtuk kipróbálni őket, hát szégyen ezt bevallani, mivel processzort még nem kaptunk sajnos, de azt gondolom már ti is elolvastátok a neten, hogy azért a DDR3 nem hozott túl nagy teljesítménytöbletet a DDR2-es Phenom 2-es processzorokhoz képest. Hát majd meglátjuk, egyelőre ezek a lapok nagyon drágák, 40.000-50.000 forint környékén kaphatóak. Ez van most lényegében a Phenom 2-es AM3-as fronton. Ez lett volna ez. Térjünk rá a viccesebb részére a dolognak. A csokirak. A csokirak. Akkor kezdjük a csokival. Van itt egy gomb. Van itt egy gomb, ami lényegében egy bekapcsoló gomb. De ugye az elég értelmetlen lenne, ha egy tálat csak így bekapcsolni. Minek pláne elmosni a... Mindenkinek, hogy hajolját az asztalon és kapcsolják. Na várjál, akkor megpróbálok ilyen nagyon erotikusan. Én vagyok azóta is zero cool. Igen, zero cool. Ez egyébként le lesz lassítva. Így. És ez itt egy ilyen izé, ami most be van csavarozva. Mi ez az izé? Mondd. Ez az izé egy külső merevlemezház, aminek a tetején egy ilyen kis tálacska van. És most ezt ki is kapcsolta, de most megint bekapcsolta. Tehát ez a tálacska van a tetején, ami porcelánból készült. Ez nem készült abból? Az nem, minden más műanyag, illetve hát a belső része az fém, ahol erre szükség van. És egy Samsung vinyom. És egy Samsung vinyom van benne, az a mi vinyomunk alapesetben ugye nem jár hozzá merevlemez. Teljesen egyszerű, lényegében a formája jelenti egyedül azt, hogy milyen exkluzív termékkel van dolgunk. USB 2.0-ás és eSATA csatlakozáson keresztül köthetjük a számítógépre, gyakorlatilag bármilyen SATA-s vinyót beleszerelhetünk, de csak egy darabot, tehát semmilyen raidre nincs lehetőségünk. Viszont hát ugye ez teljesen egyedi, ugye a csoki nyilván nem jár hozzá, azt nem küldték el nekünk a gyártótól. Ilyen kád. Tehát csoki nélkül kell elképzelni. Gyakorlatilag mindenki a szerkesztőségben azon gondolkozott, hogy miért, tehát miért van tányér, egy ilyen tányér alakú valami, ráadásul porcelánból. Na, és tényleg egyébként ilyen. Miért? Nem tudjuk, tehát nyilván ezzel akarták feldobni ezt az egyszerű merevlemezház külsőt. De ugye, a kerámia így rezgés csillapít, vagy? Nem, ez abszolút csak a dizájn, illetve hogy különleges anyagból van. Pontosan még az is rajta van, hogy tehát a másik felén, hogy kézzel készült. Úgyhogy ez nem tudjuk mennyire fedi a valóságot, de ez mindenféleképp növeli a termék ázsióját. Illetve a csomagolásban van egy olyan kis figyelmeztető papírka, amit most nem hoztam hogy be. Hogy azt ne törjük? Nem. Hogy bár egy bizonyos garancia vonatkozik a termékre, a porcelán fedeletért sérülésekkel ők nem tudnak mit kezdeni. Jaj, de éveztem. Tehát ha az megkarcolódik, a sarka letörik, vagy valami ilyesmi, akkor így jártunk, minden tehát más... Tehát akkor ráraksz egy tányért. Például lehet venni Tesco-ban, meg minden más helyen egy ilyen tányért, rárakja az ember, és lényegében ugyanazt az eszközt. És mennyibe kerül? Nem sikerült kideríteni. A gyártó még eléggé új ezen a területen, amúgy az Invinről van szó, akinek egyébként a tápegységét már bemutattuk a PC World TV-ben. Nem tudjuk mennyibe kerül, ha jól sejtem, azért max 10.000 forint, 10-11.000 forint lehet az ára, hiszen azért tényleg egy alapeszközről van szó, semmi extrát nem tud, csak be kell kapcsolni, és már látszódik is a számítógépen az üres tárhely. A porcelán fedél meg azért csak nem rak rá annyit az ára, hogy ne legyen értelme megvenni. Igen, ettől tartok én is, mert ugye a dizájntermékek azok mindig így baromi drágák, pedig maximum csak annyi, hogy rózsaszín a laptop.
És akkor már egyből 400 ezer. Így van, csak egy meglehetősen kicsi tajvani cégről van szó, úgyhogy szerintem ők jól tudják, hogy nem érdemes nagyon megnövelni az árát egy merev 500-nak, annak ellenére sem, hogy ugye porcelán teteje van, hát ez csak egy ilyen kis érdekesség. Aki ilyet szeretne, az nyugodtan vegye meg, akár még kolbászt is vághat rajta, reméljük nem sérül meg a felele. Úgyhogy ez lett volna az imént, és akkor fejezzük be azzal ott, ami a mikrofon lábánál hever, ismét egy mobiltelefon, úgy tervezzük, hogy állandó szereplője lesz a mélyvíz rovatnak a telefonok, úgyhogy ez az aktuális. Mi ez tulajdonképpen? Kitől jött? Milyen típus ez? Hát ez mondjuk tőled jött, mert te laktad ide az asztalra. Egyébként meg Samsung telefon. Nagyon szép. Jól csinálom egyébként Zero Cool-nak a szerepét? Igen, de úgyis rá lesz megvédülés és szőrös Zero Cool arca. Jaj, annyira szeretlek, komolyan. Szóval a Samsungtól jött, és az a különlegessége, hogy van rajta egy ilyen flashlight. Pillanat. Amivel nem akarok most oda belevilágítani, de hogyha így ide... Akkor láthatjátok, hogy tök jó. Igen, Vateo. Igen, vakító. Vateo. Na és ez azért jó, mert hogyha ballangászol, és éppen nincsen nálad a flashlightot. Akkor két percet lehelytheted. Pontosan, és ez nagyon jó. Másrészt meg gumiborítású itt az oldala, itt meg műanyag. Hogyha lejted, rálépsz, belejted a vízbe, semmi baja nem lesz, csepp, törésálló, minden álló. Mateo álló, parancsolj. Igen, tehát nem próbáltuk még ki vízben, de ha gondolod, akkor kimehetünk a férfi vécére és lehúzhatom, de szerintem a Samsung nem örülne neki. Ne. Mert azért az mégse, azt hinnék, hogy nem szeretjük a terméket. Pedig ez egy nagyon jó kis telefon. Amúgy a B2700-as típus nevet kapta, ez a legújabb ütésálló készülékük. Tudásra, neked már mondtam így egy-két funkciót. Hát elég alap. Lehet vele képeket készíteni, videót. Ja, mert videót kamerája felvenni. Van, ami egy picit szerintem azért úgy fura egy ütésálló telefonon. És ráadásul az így... Semmi nem védi. Kvázi. Nyilván egy picit sűjesztve van a gumi borításban, de ha pont barlangászunk, és íz van a telefon, egy izgat, éles, igen, egy cseppköre, puff, akkor már ki is. Nagyon vigyázzatok a cseppkövekkel. Akkor az már tönkre is ment. Tehát lehet van benne képeket. Rádió. FM rádió, ami RDS képes egyébként, zenelejátszó. Egyébként így van, ne legyél annyira egyedül, ha épp ugye rádomlott a fél barlang. Videót is. Tényleg is ULH képes? Nem. Sajnos akkor nem. Akkor még segélyt. Így segélykérésre nem alkalmas a telefon, arra jó egyébként, mert vannak... Hogy szerint hallgass, miközben meghalsz. Igen, vagy előre telepített játékokkal lejátszhass, ugye életed utolsó pillanatában. Bár az picit idegesítő, hogy épp a halál felé közeledve ezek csak demók. Tehát valószínűleg idegességben előbb agyvérzést kap az ember, mint hogy ugye elfogyna a levegője. Ami még érdekes, hogy ugye videót is tud felvenni, bár elég kicsi felbontásban. Hát utolsó üzeneteidet, ugye? Utolsó üzeneteimet, illetve akár, ha már így az üzeneteknél tartunk, és videóüzeneteknél, videóhívásra is képes, mert ugye 3G-s telefon, itt elő van egy kis kamera. És tényleg. Tehát ott van egy kis kamera, tehát az utolsó percekben mondjuk szeretteinket felhívhatjuk, és élőben tudósíthatunk, ahogy éppen lógunk a cseppkövek között. De az azért nem jó, mert a barlang be ugye le van elnyékolva. Ne legyetek barlangászok, mászhatok mondjuk hegyet. Már ott biztos jobban járunk. Ja. És még mit lehet erről tudni? Hát nem is tudom. HDPI-ra nem, azt nem tudja sajnos, de hát szerintem egy ilyen telefonnál az megvan. Tehát aki mobil internetezni akar vele, az leginkább csak a második generációs, illetve a 3G-s, de még nem HDPI, hanem a sima UMTS adatátvitelt használhatja. Mekkora a memóriája? Megnéztem a Samsung oldalán, és ha jól tudom, olyan 27 MB körül van, de ez bármikor bővíthető a microSD-vel, és ha jól tudom, 8 GB-ig simán lekezel bármilyen kártyát, ami tök jó, mert ha az utókornak akarjuk dokumentálni, ugye a barlangban rekedt perceket, vagy ahogy éppen zuhansz, és akkor... akkor egy csomó képet lehet lőni a microSD kártyára. És itt milyen fix fókuszos? Autofókusz? Nem, ilyet nem tud a kamera, ez egy teljesen egyszerű kis objektív. Az két aksia, megapixeles egyébként. Az aksi egyébként meglepően erős, szóval lehet, hogy túl is él minket a telefon. Ez egyébként fontos. Lehet. Egy 1300 mAh-s kis telep van benne, amivel
elemlámpával együtt, rádiózva, és azért egy 3 napot kibír a készülék, azért, ami elég combosnak tekinthető. Ja, és amit még fontos tudni, a microSD kártyát az akkumulátor mellé lehet csak berakni, úgyhogy itt oldalt nem lehet birizgálni, mint igen, a Sony Ericssonok. Gondolom az volt a koncepció, hogy minél kevesebb rés, meg lyuk legyen a telefon oldalán. Ha tényleg valaki lehúzná a WC-n, akkor ugye ne vesszen el a microSD kártya tartalma. Egyébként a... Kimegyünk és megpróbáljuk. Mert egy ilyen kómásan tényleg egész, és így a húgod által ott felejtett pisibe egy... Ja, és az ráadásul sav is, úgyhogy mar, tehát nem mindegy, hogy előbb a húgit marja szét, vagy ugye rögtön a microSD kártyának esik neki. Mi ez nem saválló? A pisi, nem hiszem. Jaj, de gáz. Ezt azért szerintem is próbáljuk ki. Ugye minden ilyen ütésálló telefonnál probléma, hogy most ezt hogy lehet szétszedni, ugye a SIM-kártyát cserélni benne, meg a microSD kártyát, ugye néha azért ki kell venni belőle. Sajnos az eredeti szerszám nincs meg hozzá, nem kaptuk meg a Samsungtól, de ezt úgy kell valahogy csinálni, hogy itt van egy kis lehúzható rész, ami hát elég bután van kivitelezve, hiszen ez a fele így kiakad, viszont a másik fele nem. Most nem tudom, hogy ez a tesztpéldánynak esetleg a sajátossága, hogy már nagyon sokat macerálták ezt a részét a telefonnak, de a lényeg az, hogy ezt így lehúztuk, utána van egy kis szerszám ehhez, amivel alá kell nyúlni, a hátlap alá kell nyúlni, és aztán azt így fölpattintani. Ja, szóval is simán újjal ködömmel nem fogom tudni. Nem. Mutasd már. Huha, és lehet, hogy mégis. Basszus, nem. Nem. És nem, mert ezt, akkor ezt letörik. Ezt lehetetlen, mert letörik a körmöm. Ciki. Egyébként ballangászásnál úgyse tudod kinyitni körömmel, mert valószínűleg a barlang meg a sziklák ledarálták a körmeidet, illetve kapaszkodsz, úgyhogy ez van, hát ez egy tipikus ugye ütésálló mobiltelefon a Samsungtól. Hú, az árát nem néztem meg, de szerintem biztos nem lehet drága, mivel ugye a tudás azért hát teljesen középkategóriás telefon. Valószínű ugye a speciális külső miatt nyilván drágább, mint a hasonló tudással felvértezett középkategóriás telefonok. Ám legalább van, hiszen ezekből nincs sok a piacon mostanában. A Nokia egy picit leállt ezzel, a Sony Ericssonnak én úgy tudom, egyáltalán nincs. Jó sok éve nincsen. Neki nem volt ilyen. Úgy a Samsung végül is egy igen szűk réteg számára, de legalább megcsinálta az ütésálló telefont. Itthon elérhető, szolgáltatónál is kapható, jól tudom, úgyhogy aki barlangászik, illetve reggel WC-re megy, az feltétlenül vásárolja meg.